Főbb híreink. Európában egyedül a magyar kormány védi erős árkorlátozással a családokat, emelte ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. A jeruzsálemi pátriárka a harmadik Theopilos, aki a görög ortodox egyház élén áll, és a régió legjelentősebb keresztény személyisége találkozott Joe Biden amerikai elnökkel. Az orosz erők ismét rakétacsapásokat mértek a hétvégén a dél-ukrajnai Mikolajiv megyeszékhelyre. Az Egyesült Államok kormánya minden lehetőséget kiaknáz annak érdekében, hogy törvénybe foglalja a globális minimumadót. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a heti TV híradóját látják. Belföldi híreink. Európában egyedül a magyar kormány védi erős árkorlátozással a családokat, emelte ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hozzátette, az áremelkedések szinte minden európai országban közvetlenül a családokat terhelik. Dömötör Csaba kifejtette, a most meghozott kormányzati döntéseket a háború és az egész Európát sújtó energiaválság indokolja. Elmondta, a háború mindent megváltoztatott, évtizedek óta nem látott mértékben emelkednek az árak, és emellett egyre markánsabban felvetődik az a kérdés, hogy lesz-e egyáltalán elég gáz Európában. Közölte, az Európai Unió, amely pár hete még gázszankciókkal fegyelmezte volna Oroszországot, most elegendő készlet nélkül maradhat. Eljutottunk oda, hogy a háború most Európának fáj a legjobban, ebből a helyzetből ki kell törni. Dömötör Csaba beszélt arról is, hogy az új rezsivédelmi szabályok kidolgozása során minden élethelyzetet, speciális életkörülményt igyekszik megvizsgálni az energiavészhelyzeti operatív törzs. Méltányos bért ígért a katonáknak, a rendőröknek és a határvadászoknak Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter és Rétvári Bence a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Mindketten felidézték, hogy az elmúlt időszakban a rendvédelmi és a honvédelmi ágazatban is történtek illetményfejlesztések. Rétvári Bence kifejtette, a szomszédban dúló háború, a világszerte tapasztalható gazdasági nehézségek azt vetítik előre, hogy fokozódni fog a migrációs nyomás, és ennek kezelésében fontos szerepük lesz a rendvédelmi szerveknek, köztük a most felállítandó határvadász ezrednek. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, hogy fontos a katonák is az előttük álló feladatokkal arányos illetményben részesüljenek, az illetményüket két lépcsőben, szeptemberben, majd 2024. januárjában emelik újra. Felső 25%-os adókulcsot szorgalmaz az LMP a társasági adónál, hogy azok a multinacionális cégek is részt vegyenek a közteherviselésben, amelyek eddig ezt nem tették, mondta Ungár Péter parlamenti frakcióvezető. Az ellenzéki politikus jelezte, a kormány azt állítja, a kisadózó vállalkozások tételes adója, a KATA, egyfajta legalizált adócsalás, aminek véget kell vetni, ugyanakkor az LMP szerint a multinacionális vállalatok rendkívül alacsony társasági adója a valódi legalizált adócsalás. A Nép a Katáért és a Reális Rezsiért címmel tüntetést hirdetett a Futárok a Katáért Egyesület hétfő reggel 7 órára a Margit híd Pesti hídfőjéhez. A tüntetés szervezői azt szeretnék, ha módosítanák a múlt héten elfogadott katatörvényt, eltolnák bevezetésének határidejét januárra, és újra terveznék a rezsicsökkentés módosítását. A szervezők előzetesen azt írták, nem szeretnék, hogy bármely ellenzéki párttal azonosítsák őket, ezért nem akarnak pártok zászlói, beszédei, jelképei és szlogenei alatt vonulni. A Futárok már nem először tüntetnek a katatörvény ellen, hiszen nagy részüket személyesen is érinti a módosítás, mert jellemzően egyéni vállalkozóként dolgoznak ételszállító cégeknél. Külföldi híreink. Izrael Nemzeti Légitársasága az El Al hivatalos kérelmet nyújtott be a szaudi légtér feletti repülésre, jelentette a Jinet hírportál. Szaúd-Arábia csak az Ábrahám egyezmény aláírása után kezdte engedélyezni az izraeli légitársaságok számára, hogy területe felett egy speciális légifolyosót használjanak az Egyesült Arab Emírségek és Bahrein felé vezető úton, illetve vissza. Polgári légiközlekedési hatósága azonban csütörtök éjszaka bejelentette, a királyság légterének megnyitását minden légi fuvarozó előtt, beleértve Izraelt is. Ha az El Al kérését jóváhagyják, az Izraelből Kelet-Ázsiába tartó járatok a következő két héten belül új, rövidített útvonalon fognak repülni. A lista első helyén szerepelnek a tájföldi járatok, melyek esetében másfél-két órával rövidül a repülési idő, és valószínűleg a költségek is csökkennek. Az Izrael és az Arkia légitársaságok várhatóan hamarosan hasonló kérelmeket nyújtanak majd be.
A jeruzsálemi pátriárka harmadik Theopilos, aki a görög ortodox egyház élén áll, és a régió legjelentősebb keresztény személyisége, találkozott Joe Biden amerikai elnökkel Betlehemben tett látogatása során. A pátriárka az Egyesült Államok elnökének címzett levelében, melyet az izraeli 12-es csatorna tett közé vasárnap, eszkalációra figyelmeztet Jeruzsálemben a szélsőségesek fellépése miatt, amelyek rontják az óváros státuszát és ártanak a hívőknek. A pátriárka a levélben elviselhetetlennek minősítette a helyzetet, és figyelmeztetett, hogy ezek a szélsőségesek megpróbálják megváltoztatni az óváros keresztény negyedének jellegét. A Szent Sír templomhoz vezető főutat komoly veszély fenyegeti izraeli szélsőségesek tervei miatt, akik a keresztény negyedet célozzák, írta Biden elnöknek. A cél, hogy megváltoztassák a Szentváros történelmi, demográfiai és földrajzi karakterét olyan csoportok által, melyek vágya, hogy kitiltsák a keresztény jelenlétet Jeruzsálemből, tette hozzá a pátriárka. Sajnálatos, hogy ezeket a csoportokat Izrael politikai szférájának bizonyos szélsőjobboldali szegmensei támogatják, és együtt folyamatosan megpróbálják megváltoztatni a régóta fennálló status quo-t Jeruzsálemben. Irán szankciókat jelentett be több amerikai tisztségviselő, köztük Mike Pompeo volt amerikai külügyminiszter ellen, amiért Teherán szerint támogatták a síita állam ellen harcoló népi mudzsahedek nevű szervezetet. Az iráni külügyminisztérium által közzétett listán rajta van a többi között Rudy Giuliani, Donald Trump volt amerikai elnök egyik tanácsadója, és John Bolton korábbi nemzetbiztonsági tanácsadó is. Egy emírségekbeli hírportál megjegyezte, hogy Pompeo és Bolton a népi mudzsahedek több rendezvényén is részt vett korábban, és támogatásáról biztosította vezetőit. Irán januárban 51, áprilisban pedig 24 amerikai állampolgár ellen vezetett be szankciókat. A mostani bejelentés egybeesik Joe Biden amerikai elnök közel-keleti körútjával, amely során ellátogatott Izraelbe és Szaúd-Arábiába is. Az orosz erők ismét rakétacsapásokat mértek a hétvégén a dél-ukrajnai Mikolajiv megyeszékhelyre, valamint az északi, északkeleti országrészben lévő Csernyihivi és Szumi régiókra, közölte vasárnap az ukrán katasztrófa védelmi szolgálat. Mikolajiv városát helyi idő szerint vasárnap hajnali 3 körül érte a támadás. Az orosz rakéták ipari és infrastruktúrális létesítményeket találtak el. A mentést végzők reggel 9 órára oltották el a tüzeket. Az egyik eltalált objektumban még takarítják a romokat. Az esetleges áldozatokkal, sérültekkel kapcsolatos információkat még pontosítják. Az ukrán rendőrség közlése szerint Mikolajivot és a megye több települését szombaton is lőtték az orosz erők. A lövedékek lakóházakban, vállalati épületekben és infrastruktúrális létesítményekben okoztak károkat. A rendőrség közölte, hogy civil halálos áldozatai és sérültjei is vannak a támadásoknak, de pontos számot nem hoztak nyilvánosságra. A kolozsmegyei Bánfi Hunyadon vasárnap felavatták a magyar állam támogatásával felépített bölcsödét és óvodát, valamint az EU és a magyar állam támogatásával felújított református műemléktemplomot, és elhelyezték egy magyar iskola alapkövét. A három eseményre a hétvégén tartott kalotaszegi magyar napok keretében került sor. A magyar állam támogatásával a református egyház épített új óvodát, melyben 4 óvodai és 1 bölcsödei csoport kap helyet. A beruházás 300 millió forintba került. A kalotaszegi kisváros központi részén fekvő református egyházi tulajdonban lévő telken az óvoda mellett helyezték el az iskola alapkövét, melynek látványtervét kifüggesztették. Az egyház magyar állami támogatással készül mintegy 4000 négyzetméteres, hasznos felületű, 4-szintes iskolát építeni a telken. Az Egyesült Államok kormánya minden lehetőséget kiaknáz annak érdekében, hogy törvénybe foglalja a globális minimumadót, még akkor is, ha a szenátusban demokrata párti ellenzésre is találta megállapodás, nyilatkozta Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a világ legfejlettebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országok pénzügyminisztereinek az indonéziai Bali szigetén rendezett találkozóján. A kétnapos indonéziai esemény végén Yellen újságíróknak elmondta, hogy a G20 csoport pénzügyminiszterei sok égető kérdésben jutottak konszenzusra annak ellenére, hogy az Ukrajnában zajló orosz háború miatt akadtak nézeteltérések. Ez utóbbi ugyanakkor megakadályozta, hogy a jelenlévők közös nyilatkozatot adhassanak ki a találkozóról. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok jelenlegi vezetése elkötelezett a közel 140 ország együttműködésével létrejött globális minimumadó bevezetése mellett. Gazdasági híreink.
A nyári hőségben jelentősen növekszik az ivóvízigény. Erre az időszakra az ivóvíz szolgáltatók most is előre készülnek, hogy biztosítani tudják a lakosság számára az egészséges ivóvizet, közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium. A megnövekedett vízigény különösen jellemző a turisztikailag kiemelt térségekben és az agglomeráció azon részén, ahol az ingatlanok és a lakosság száma az utóbbi években ugrásszerűen megnőtt. A Balaton térségében egy átlagos évközi napon napi 70 ezer köbméter a kitermelt és felhasznált víz mennyisége. Egy nyári napon ez 90 ezer köbméterre nő, és tartós hőség idején akár napi 130 ezer is lehet. A TIM tájékoztatása szerint a szolgáltatók készülnek a következő napokban várható extra ivóvízigénybevételre. A vízbázisok megfelelő tartalékkal rendelkeznek. Ha a rendkívüli időjárás miatt mégis korlátozásra kerül sor, akkor a szakemberek alternatív módon például lajtos kocsival, zacskózott vízzel biztosítják a vízellátást. Híreinkről bővebben a brailleprez.com vagy a hetitv.com-on olvashatnak. Én köszönöm figyelmüket, szép napot, viszontlátásra! Ma nagyrészt napos idő lesz, átmeneti gyengén vagy mérsékelten felhős időszakokkal. Este derült, szélcsendes idő várható. A hőmérséklet jellemzően 27 és 33 fok körül alakul. Köszönöm figyelmüket, maradjanak velünk, viszontlátásra!